A Madarász Imre Egyesített Óvoda mind a 9 tagóvodájában elkezdődött szeptember 1-én a hagyományos óvodai élet. A részletekről Gulyás Ferencné intézményvezetőt kérdeztük. A szülők és a dolgozók is nagyon örültek annak, hogy a hagyományos működési rendben tudták indítani az új tanévet. Ez fontos a gyermekek életében, az új gyermekek beszoktatása szempontjából is. Most egy picikét másabb, mint az elmúlt időszakban, hiszen itt azért nagyon nagy hangsúly van arra, hogy az óvodába minél inkább zökenőmentes legyen a szülőktől való elválás, és így ennek az időszaknak adunk egy folyamatot, egy hosszabb időtartamot, amíg a kicsik megszokják a szülőtől való elválást. Hiszen akik bölcsödéből érkeznek náluk, ez nagyon könnyen megy, mert ők már az intézményes nevelés kereteik között egyik nap ott vannak, aztán másik nap még egy picikét itt az óvodai életet, a légkört szokják, a felnőtteket, a gyerekeket maguk körül, és azt követően egy-két napon belül ők már teljes napon itt tudnak lenni az óvodába, de azért akik otthonról érkeznek, nekik azért ez egy kicsit hosszabb folyamat. Most azért az időjárás nagyon kedvez nekünk, ebben így lehetőséget tudunk teremteni a szülőknek arra, hogy itt legyenek a gyermekekkel, hiszen így az udvari tevékenységekben szervezzük elsőképpen a beszoktatás időszakát, amíg néhány napig anya egy-két óra hosszában itt van a kicsivel, és utána ezt követően már azért ők is önállóan maradnak és megszokják egyre hosszabb időtartamban az óvodai létüket. A szülők itt lehetnek a gyerekekkel, az udvari tevékenységekkel tervezik a jó időben a beszoktatást, aztán megtartják minden óvodában a befogadó rendezvényeket. A szülőkkel együtt a jelenlegi szabályokat betartva tudjuk a beszoktatási időszakban az indítani az évünket, és majd ott egészen szeptember végétől már megkezdődnek ezek a kis rendezvényeink, amikor már tényleg mindenki az egész napját itt tölti az óvodába. A szülők is megszokták, hogy elválnak a gyermekektől, hiszen nem csak a gyerekeknek kell ezt megszokni, hanem a szülőknek, akik munkába állnak, és most már ők dolgoznak, a gyerekek óvodába járnak, úgyhogy ez egy nehéz időszak a családoknak, de a másik oldalon pedig azt gondolom, hogy egy nagyon örömteli pillanatok, amikor a kisgyermekek óvodássá válnak. A székhely a Táncsis 17-es óvodában két csoportban 50 gyermekkel folyik a munka. Ebből 13-14 kis csoportos érkezett. Van, aki már egész nap itt van. Az udvar ideális a szabadtéri játékokhoz, különböző tevékenységekhez. Mozgásos, kézműves, de a konyhakertet is gondozzák. A futóbicikliken megtanulnak biztonságosan biciklizni a gyerekek. A mozgásfejlesztő udvari játékeszközöket is szeretik a gyermekek. Az óvodánk udvara azért az egy olyan felszereléstárat, eszköztárat kínál a gyermekek számára, ahol tényleg tartalmasan el tudjuk tölteni azt az időt, amit kint töltünk. Most ebben az időszakban pedig itt a vírushelyzet miatt igyekszünk minél több időt a szabad levegőn tölteni a gyermekekkel. Reggeli időpontban azért hűvösebb van, és ilyenkor még bent fogadjuk a kisgyermekeket, de amint egy picikét az idő engedi, az időjárás engedi, hogy elkezd melegedni, akkor már 9 óra körül kint vannak a gyermekek, és akkor itt a különböző tevékenységeket is az óvonénik meg tudják szervezni a gyermekeknek. Lehet az énekes játékok, mozgásos játékok, kézműves tevékenységek, és hát igen, vannak olyan dolgok, amiket ugye egész évben végzünk, ez a kis konyhakertünk, amit kialakítottunk, ebben is tevékenykednek, amíg a jó idő engedi. Nagyon-nagyon szeretik a gyermekek a homokozó játékokat, ugye az a nagyon kedvelt tevékenységük, és hát itt az óvoda udvarán lehetőségük van kis kerékpárok, futóbiciklik használatára, és ezek műbe vannak állandóan, itt amikor kint vannak, akkor itt az udvaron a felnőtteknek nézni kell, hogy jó, vigyázzunk, de olyan jól elsajátították már ezeket a szabályokat is, hogy ők nagyon, nagyon tudják azt, hogy hogyan kell ahhoz közlekedni itt az óvoda udvarán belül, hogy ők biztonságosan legyenek, a kistársaik is biztonságosan legyenek mellettük, és hát az óvodában vannak olyan mozgásfejlesztő, nagy mozgást fejlesztő játékeszközeink, udvari játékeszközeink, amelyek stabilak, amelyek állandóan itt vannak, ezek is nagyon kedveltek a gyermekek körébe, a csúszda, a mászók, a kis lépegetők, a libikókák, és ugye vannak olyan sporteszközeink, amelyeket időszakosan hozunk ki a gyermekek számára, hogy minél változatosabb tevékenységet biztosítsunk nekik. Ebben az óvodában is fókuszban van a feltöltenítés.
Ehhez a gélek eszközök biztosítottak, de különböző szabályokat is meghoztak az EMMI javaslata alapján. A tanévet úgy tudtuk elindítani, hogy minden óvodánkban egy teljes körű fertőtlenítés zajlott előtte. A fertőtlenítő szerek, a készfertőtlenítő gélek, ezek folyamatosan beszerzés alatt vannak. Jelenleg is kint vannak az óvodáinkban, az óvoda épületében. Hát hoztunk különböző szabályokat. Két dolog miatt egyik számunkra is a minisztérium elkészített egy olyan intézkedési tervet, amelyet be kell tartani az intézményekben, a köznevelési intézményekben. Ezt adaptáltuk a saját intézményünkre, amelyről a szülőket is tájékoztattuk. Igyekeztünk nagyon szigorú intézkedéseket nem hozni, szigorúbbakat a kelleténél, viszont azt nagyon fontosnak gondoljuk, hogy amire pedig szükség van, azt be kell tartanunk, meg kell hoznunk azokat a döntéseket. Így most jelen pillanatban a szülők bemehetnek a gyermekekkel az öltöző helyiségekbe, de az a kérésünk volt a szülők felé, hogy egy gyermekkel egy szülő menjen lehetőleg a lehető legrövidebb időtartamban, túl sok szülő ne tartózkodjon egyszerre a öltöző helyiségekbe, tudják betartani azt a másfél méteres távolságot, ami azt gondoljuk, hogy valamiféle védelmet jelent. A bejáratoknál mindenhol készfertőtlenítők vannak elhelyezve, ezeknek a használata kötelező. Hogy egy picit fokozzuk a védekezést, most jelenleg kerültek beszerzésre érintésmentes készfertőtlenítő adagolók, úgyhogy ezek most a mai holnapi napon kerülnek kihelyezésre az óvodájainkba. Egyelőre próbáltuk még egy picit engedni is, de egy picit szigorítani azon, hogy miket hoznak be a gyermekek, hiszen a beszoktatási időszakban nagyon fontos, hogy az otthonról hozott kis párnácskája, kis fogókája, kis játéka azért itt legyen a gyermekkel, hogy legyen még egy otthoni, egy tárgyban egy kapocs az otthonhoz, úgyhogy ezeket mi most még engedjük, hogy behozzák a gyermekek. Kértük a szülőket, hogy kívülről élelmiszert ne nagyon hozzanak a gyermekeknek, hiszen az óvodában háromszori étkezést biztosítunk, így a 10 órai már 8:30 körül ott van a csoportokban, elkezdhetnek, hiszen folyamatos 10 óraizás van minden csoportban, a gyermekek 10 óraizni, és így ezt is a lehetőleg kevesebbre próbáljuk korlátozni, ami bekerül az intézménybe kívülről, de teljesen nem tiltottuk meg, úgyhogy így próbálunk megfelelni a számunkra is támasztott követelményeknek, és próbálunk megfelelni annak, hogy megakadályozzuk azt, hogy az óvodájainkba bekerüljön a vírus, és kialakuljon egy járványhelyzet. Az óvoda vezetése mindent megtesz azért, hogy megvédjék a vírustól a kicsiket, hogy egy szép, hagyományos évet tudjanak jövőre zárni.